Jumping fitness edzéssel vette kezdetét a szárazréti forgatag vasárnap délután. A kicsiket többek között arcfestés, csillámtetoválás és kézműves foglalkozások várták, a felnőttek vércukor és vérnyomás mérésen vehettek részt, a színpadi produkciók között pedig gyermekkoncertek és táncbemutatók is szerepeltek. Nagyon örülünk, hogy az ilyen programokkal, ami egyrészt nyilván a helyi közösségért van, de azt gondolom, hogy az egész város tud nyerni azzal, hogy turistákat, érdeklődőket hozunk, és ez a szép várost mindenki megismerheti. A standoknál helyet kaptak a helyi kézművesek és termelők, a szárazréti karitás csoport tartós élelmiszergyűjtést szervezett a rászoruló családok javára, a színpadon egymást követték a színvonalas produkciók, a legnagyobb érdeklődés pedig Péter Srámek fellépését övezte. Nagyszerű a hangulat, ezt azt gondolom a tévénézők is hallják, mögöttünk már óriási a buli, és Péter Srámek következik, aki azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok a kedvenceit Székesfehérváron is. A sokak számára népszerű Péter Srámek fergeteges hangulatot varázsolt a szárazréti közösségi ház színpadán. Fellépés előtt azonban még elárulta, hogy koncertjei során tulajdonképpen a közönség hangulatától függően is válogatja és váltogatja dalait. Van nekem egy fix műsorom, de a helyszíntől függ, amikor látom az embereket, attól függ, hogy milyen a hangulatuk, milyen dalokat szeretnétek hallani, és úgy próbálok, már a színpadon válogatok, hogy melyik dal legyen és melyik nem. Péter Srámek koncertje feltette a koronát a szárazréti forgatagra, a hangos sikernek köszönhetően pedig több mint elképzelhető, hogy a fonogramdíjas énekesnek nem ez volt az utolsó fellépése Székesfehérváron.